Ez itt az új műsorunk, a Gonosz Swift. A műsor lényege az az, hogy időre kell teljesíteni ezt a pályát, amit mi itt kiraktunk, de van benne egy trükk. Meg van fordítva a kormányzás. Viszont az általunk meghívott versenyzők ezt nem tudják. Itt a rajtnál úgy ülnek bele, hogy ez csak egy normális régi Swift. Úgyhogy iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot. Érdemes lesz. A Gonosz Swift következő vendége Ágó Béla. Őt ugye ismerhetitek például az erőmérőből, meg aki már fordult meg bármiféle amatőr és nem amatőr autós versenyen, eseményen, nagy eséllyel összefutott vele. Tudom, hogy neked a népi autósport az egy olyan mozgalom, amit szívesen támogatsz, részt veszel benne, de most így 2023-ban létezik még olyan, hogy népi autósport? Sziasztok! Szerintem igen, létezik. Mert ha találsz valahol egy eredetileg olcsó autót, és vannak olyan körülmények, akkor ez még mind megoldható. Persze ez azért egyre jobban megy föl. Egyébként soha nem volt annyira olcsó az autósport, mindig kellett rá áldozni, vagy egy külön autót, vagy gyorsabban amortizálódott a használós autó. Szóval soha nem a szegények sportja volt. Soha nem a szegények sportja volt, és mi ugye rengeteget beszélgettünk a szlalomról, több videó készült ebben a témában különböző szemszögekből. De azt sosem mesélted el nekem, hogy mi volt a te első autód, amivel pályára mentél, vagy autóversenyen vettél részt. Te meg aztán mesélted el, hogy mi vár itt rám, na de a kérdésedre válaszolva... Most én sem mesélem el, te neked? Ez full meglepetés, de amikor először mentem igen. autóversenyre, fú, nagyon nehéz visszahozni, mert a falumban volt verseny, azt Petőfi bánya. Igen. Petőfi bánya. Amiről Anti csinált egy jó kis videót. De ezen kívül azt hiszem a Salgó Rally és a Parásasvári hegyi verseny volt az, ahol először lehettem, már nem tudom, mert olyan régen volt, hogy melyik volt ez, és akkor égett belém végképp. Nyilván addig is olvastam az újságokat, mindenféle autós hírt, bicikli, motor, kerékpáros ügyességi versenyen Mátra, is indultam. Mátrai gyerek vagy? Egyrészt az is, de indultam ilyen bója közötti, meg ilyen versenyeken is, ott is sikerült. Még eljutottunk országos döntőre, és ott harmadik lettem. Szóval olyan kellemes kis körülmények voltak, hogy ez minden abba az irányba vezetett. És akkor erre tette föl a pontot nyilván a Parácsosvári hegyi verseny, meg a Salgó Rally. És akkor milyen autóval indultál? Ezek a nézői dolgok, amikor belém ívódott, természetesen egy kis szlalomversenyen indultam először, azt hiszem Hevesen, ott volt egy ilyen kresszpark, és annak az útjain lehetett indulni kis polszkival. Hát, hogy mondjam, amit azóta nem tudtak a szüleim róla, hogy az a kocsi versenyre megy. Jogsim ugyan már volt, de... De engedélyt nem kértél. Elhallgattam. Elhallgattad. És ha jól sejtem, neked azért az elmúlt 30 évben, hát most már bőven 3 számjegyű autó mentett a kezeid között, akár ami napi használós, akár ami versenyautó és hasonlók. Van olyan, ami hiányzik és megbántad, hogy már nincs nálad? Vagy te mindig úgy néztél egy új autóra, hogy egy új lehetőség, egy új fejlesztés, egy új élmény. Most nagyon lelkesen villanyautózol, és azt tanulod, azt tanítod, azt oktatod bent a cégnél. Igen, ez mindig megtalálom az újat. A villanyautó az onnan indult, hogy a pedálos Moszkvicsom az... Az egy Studebaker volt, nem? A Studebaker, igen, tehát amit Moszkvicsnak nevezünk, igen. Az át volt alakítva elektromosra. Tehát nekem akkor gyerekkoromban a nulladik autóm, a pedálos egy kicsit, aztán utána édesapám átalakította elektromossá, úgyhogy azzal ott szoktam meg. Egyébként minden autót bánok, amit eladtam. Mert nem képeztek olyan nagy értéket, hogy azt ne lehetett volna megtartani. A Fiat motoros Ladától kezdve, mindent kicsit sajnálom, hogy eladtam, mert tényleg annyira nagy értékek nem voltak, akkor úgy éreztem, hogy el kell adni. Szóval van, bőven. Én egy kicsit mindig azon lepődök meg, hogy benned ez a diszonancia, ez milyen szépen megvan. A mérnöki szemlélet és a jó értelemben vett hülye gyerek. Tehát aki nem csak ápolja és simogatja ezeket az autókat, hanem igenis beleül és elrúgja és hadd füstöljön, hadd menjen. Van még olyan dolog, amit meg akarsz valósítani? A 3 projektem van most, amiben belevágtam, igen. És van, igen, van, mert... Az a jó, hogy az elmúlt évtizedekben annyit fejlődött a technológia, a számunkra elérhető technológia, hogy olyan dolgokat lehet megcsinálni, amit 20 éve olyan álom szintjén lett volna, hogy az brutál befektetés. Itt most elsősorban a 3D-s nyomtatásoknak a modellezése, nyilván maga a számítógépes szilárdsági elemzések azt adják, hogy olyan könnyen meg lehet csinálni dolgokat, mint eddig soha. És
elérhetővé is vált néhány olyan dolog, mint ahogy itt szétnézel, hogy találnál V8-as motort nagyon könnyen 5-10-et, most ezekből tényleg van olyan, amit már tudunk kezelni, be tudjuk kötni, tudjuk programozni, tudjuk a motorvezérlőjét használni, és nem csak a karburátorral működhet, úgyhogy van három olyan projektem, amivel belekezdtem. Neked el fogom mondani, hogy amikor ott tartunk, hogy nagyon kész van. És bízom benne, hogy egyszer majd talán meg is mutathatjuk. Mint minden versenyzőnek, neked is három kör jár, és a legjobb idő számít, viszont szeretném még, hogyha egy kicsit idejárulnál, és megnéznéd az eddig idő eredményeket. Azért van itt néhány olyan név, akivel már találkoztál, vagy akivel jó kapcsolatot ápolsz. Nagy Norbi? Nagy Norbi, jelenleg ő a leggyorsabb. Kopasz, ki az? H. András? Így van, Horváth András. Nem tudom elolvasni. Várj egy picit. D. Draskovics Andris. Draskovics. Ez a kronométer, így van, Dávid és Viktor, Ligetfalvi Viktor és Breden Dávid. Hát ezt nem vállalnám. Magyar Tomi. Van. Magyar Tomi, szuper. Pumper Gabó. Nyíl. Egy pillanat is mondom, igen. Ő a Nyíl. Ott egy Vályi Pista, egy Kis Norbi. Kis Norbi. Szász Marci, Janklovics Péter. Ő a Szász Marci? Igen. Ah. Oké. Okay. Hova szeretnél odaérni? Vagy nyerni jöttünk? Sajnos ismerem Nagy Norbit. Sok versenyen együtt töltjük az időnket. Hát nyilván azt nem merném megcélozni. Bocsánat, MH Blokk Tomi. Ott van, mert akkor ez a friss élmény, és ezért nincs meg. Még nem éged be. Szóval ezt nyilván nem gondolom, hogy annyira meg tudnám célozni. Van itt két jó versenyző, elnézést a többiektől, ha versenyeznek. De valahova oda szeretnék bekerülni. Melyik két jó versenyző? Hát ugye a Kis Nagy. Kis Nagy. Hú, az egy magasra rakott léc. De máshogy nincs is értelme. Most, na. Nézzük meg. Nézzük meg azt, hogy a jég elolvadt-e már, mert ahogy most bejárt úgy gyalog a pályát, azt láttam, hogy jeges még. Ezek nyilván esős idők. Nagyon jó. Úgyhogy nézzük meg. Az jobban kiszámítható, de így az izgalmas. Nem győzni jöttünk, tényleg jól érezni magunkat. Legyen így. Én annyit mondtam Antinak, hogy várok valami csavart, majd meglátjuk. Vissza, megfordul és ott a cél. Igen, a végén így jövünk, és át a célvonalon. De segítek még olyan közül is. Nyilván azért vagy itt, mert lesz valami csavar. De gyerünk! 3, 2, 1, rajt! Aha, ez az, jól gondoltam. Jól gondoltam. Ilyen gyors reakció még nem volt szerintem. Jó volt. Hoppá! Menet közben már jobb lesz. Akkor egy kicsit átértékeli az agya dolgokat. Valami más is van itt, mert ez nem ilyen egy... Itt valami közé van benne. Nincs semmi más. Csak annyi, hogy nem pörög vissza a kormány, attól ennyire furcsa. Egyes szerencsére. Volt egy olyan terv is, hogy a pedálokat is megcseréljük, de... Azt mondtam Antinak, hogy szerintem a pedálok lesznek. Elfér. Aha. Gyorsan kell tekerni. Nincs szervó se, ugye? De van, de ennyit tud. Aha. Tényleg ennyit tud? Aha. Elfér szerintem. Nem, valami más van ebben még. Nem csak a kormánymű van megfordítva, ugye? Nem a kormánymű, hanem itt van egy áttétel. Fordítunk. Koppanásig szeded, akkor pont megvan a parkoló. Miért?
Ugye az emberben ilyenkor mindig benne van egy kis, te félsz, hogy esetleg azt gondolja a meghívott, hogy nevetségesé akar itt tenni. De ez nem igaz, nyilván nem, a szórakozás a lényeg. Jó, ez balról? Ez balról, igen. Ez korai. És nem a célban. És a célban. Várjál, idegen van. Most te tudtad, vagy nem tudtad? Nem. Honnan? De az első kanyar tökéletesen bevetted, minthogyha tudtad volna. Nem. Bénáztam azért rendesen, fú. Meg de a kormány nehéz. És ez a szervós, a nulladik prototípus az sajnos szervótlan volt, azt úgy éreztük, hogy azzal nem szivatnánk meg a vendégeket. Az anyám. De hogy az első kanyart az bevetted hibátlanul. Nem indult el rossz irány, nem történt semmi, és utána mi történt? Nem tudom. Jobban oda kell figyelni. Tehát így a váratlanság jó volt, amikor meg az ember már tudja az első kanyar után, akkor meg egy kicsit lejjebb megy az adrenalin. Kimondva kimondatlanul az első kör, az egy tanulókör, most jön a két valódi köröd. Kívánsz egyet pihenni előtte, vagy nézzük meg egyből a másodikat? Kicsit lehet, hogy... Fújnál egyet? Nem, átállítom a fejem, vagy valami ilyesmi. Kérlek, gurulj vissza a rajtba, és nézzük meg. Fel. Csak perceket mérje, másodperceket már nem is kell. 3, 2, 1, rajt! Nézzük, lehet-e gyorsan menni. Amikor reflexbe zavar. Jó. Kis fény, sérülés lesz rajta, az nem baj, az ugye? Az nem, az érintésért nem jár hiba pont. Ezért jár egy 5 másodperc. Az a te oldaladon volt. Az én vagyok, én más. Mehetsz koppanásig, és hogyha itt találtak a keret teljesen, akkor pont beállsz. Jól indult, aha. Az ember azt elrontotta. Jó, ez itt egész jó. Ez igen. Várjál meg ilyen, Antti. Egy hiba. A javulás oldalán volt. A javulás szemmel látható, 1.43.81, meg ugye az 5 másodperc. Javul? Igen. Vezettél már ilyen autót? Mert terepen terepjárót, igen. Fordítva ment a kormány, máshol volt a fékpedál, máshol volt a gázpedál. Azt nem mertük meglépni. Fordítva volt a fokozat. Jézusom. Az igen. Egy ilyen 15 éve vezettem, de hát az a terepen az azt jelentette, hogy felezőbe tudtunk menni, mert hogy tényleg egyébként nem volt biztonságos, annyira bénák voltunk. Nézd! Igazából szerintem ez nem is azon múlik, hogy ki mennyire tud vezetni, hanem hogy az alkalmazkodó képesség, hogy fejbe az ember mennyire tudja, nincs jobb szó megerőszakolni magát. Úgy van. Ez a fordított kormányos bicikli is hasonló, hátrafelé tekerős. Így. Hasonló. Nekivágnál most a harmadiknak, vagy előbb tartsunk egy szünetet? Egy kicsit pihenek, még átrakom magam fejbe. Jó, akkor kérlek, tolás vissza, aztán nyugodtan. Az ős magyar Swift-tel milyen élményeid vannak? Mert tudomásom szerint az Opelnél kezdted a karriered. Így van. Megfordult el a Subarunál, és most pedig a Fordnál dolgozol, ezt több helyen elmondtad, mert talán nem titok, de hogy az ős magyar Swift-tel te foglalkoztál-e, jártál-e vele valaha, esetleg építettél ilyenből versenyautót? Indultam, tehát amikor a modell piacra került, ugye a 90-es évek elején,
akkor már a hírekben is követtem, hogy ez milyen autó, és úgy láttam, hogy egész jól átgondolt darab. Amikor először beleültem, akkor az átgondoltsága tetszett, hogy egy kicsit egyszerű, meg egy kicsit zajos, az úgy zavart, és onnan kezdve úgy tekintettem rá, mint egy nagyon jó megtervezett darab. Úgyhogy én kedvelem ezt az autót, látom azt, hogy ezen a platformon ugye a 1000-től 1600-ig a GTI első kerék hátsó, vagyis hogy összkerék hajtás, ugye minden megtalálható. Kedvelem. Mivel strapabíró, ezért nagyon sokan tényleg nem is tartják karban, és ezért mennek tönkre. Tehát nem azért, mert hogy ez annyira a legfrissebb is már olyan öreg, mint a Mátra. Szóval imádom ezt az autót is, de hát melyiket nem. Egy nagyon jó mérnöki tervezést látok benne. De a padlónak is lyukasnak kell lennie. Az is. Ez csak meg különben... Különben nem lehetne így hallani. Nálam is szerintem a helyzet. Felkészültetek? Amennyire lehet. Erre, hogyne, egész életemben, 50 éve. Erre várom. 3, 2, 1, rajt! Megpróbáld egy kormányfogással, akkor az sokkal könnyebb ez a sikán rész. Úgy, kicsi kormányzásokkal. Ez az. Egy pici, az az. Jó. Milyen nagy autó ez a Swift? Ugye? Főleg egy ilyen jó szedán. Ez az egyenes után a reflex. Még egy rüki. Elfér, elfér. 42.08, lássuk, volt-e hiba? Nem. Volt hiba? Ezzel a sebességgel? 1.42.08. Ez, túl óvatos vagyok. Túl óvatos vagy? Túl. Amúgy szerintem eddig tényleg te voltál a legóvatosabb versenyző. Valamiért azt gondolják, hogy ha megjönnek erre a helyre és beleülnek egy Swiftbe, akkor minden mindegy. De hát, van egy rendes Swift? Akad, szerintem találunk. Mennyit lehet azzal menni? Még sosem próbáltuk ide, egyszer úgy értelme lenne. Mintha láttam volna a garázsba kettőt. Igen, igen, meg is nézzük mindjárt. Kérlek, állj be a rajtba, és akkor beszélgetünk még egy. Mesélj az élményeidről, ugye a rossz sportriporteri kérdés. Az a legjobb, igen. Milyen volt? Milyen volt? Rémisztő. Túl óvatos vagyok, nyilván. Nagy kárt nem lehetne tenni sem a gumikban, talán ebben az autóban sem már, de mégis ott van bennem a kis ördög. Persze, hogy, az ember nem akarja tönkre tenni. Óvatosan. Aztán volt még egy nagy értékű utasom is, akit ugyanúgy meg kellett védeni. Furcsa, hogy ezt az ingereidet, ezeket a megszokott dolgokat, reflexeket át kell állítani. Láttunk már ilyet, meg próbáltunk, de azért mindig egy kicsit más. Egy pillanatra megy, és egy kis szünet van, mondjuk nem kell csinálni semmit, akkor az egész felborul. Azt szoktuk beszélni, hogy tök mindegy, hogy vezetsz, azzal tapasztalatot szerzel, azzal javulsz, hogyha utcán autózol, ha versenypályán mész, mindenképpen fejlődsz, szimulátorozol, stb. Most viszont erre azt gondolom, hogy ez nem úgy hozzáad, hanem elvesz az emberedésként. Lehet, hogy a magabiztosságot egy picit csökkenti. Hát az egész biztos. De ha egyszer így találták volna ki a kormányt, akkor most mindenki így tudna vezetni. Elképzelhetetlennek tűnik. Hát, emlékszel, régen az autón volt ez az irányító, igen. Volt a kormány. Na hát, most az is, utána lett egy kerék, ami többször körbe lehetett forgatni.
megszokás kérdése. Mennyi idő kell a megszokáshoz? Hát mondom, én két kör után tudtam vele kicsit értékelhetően menni, de akkor is olyan kapkodás volt, hogy nem lehet a saját kezemet, ahogy te kettőkkor ment. És az előbb volt itt Ligetfalvi Viktor a kronométertől. Ő például úgy ment egy határozottan jó időt, tehát egy 56-30-at, hogy mintha boltba ment volna. Kis kormány mozdulatokkal ilyen takarosan, és hogy ezek szerint az a kifizetődő, az a gyors. Na de, az a tervünk, hogy ezt a géptetőt elárverezzük valamilyen jótékony célra, hogyha kifutott a széria, úgyhogy kérlek, növeld az értékét. Az időt majd te odaírod, ami borzalmas lett, de hát... 1.42.08 hiba nélkül. És az idő pedig akkor 1.42.08. Ez az. Mindenképp nagy élmény. Eljárnék én ezzel. Az lenne egy nagyon beteg dolog, hogy egyszer utcára kimenni vele, de az leadná a híradó. Az a Garázs 54-be belefér, meg ilyen helyeken még elmegy, de... Szibériában van hely. Arra gondolok én is. Jó ez, tehát tényleg eljárnék vele. Aztán meg viszel bele még egy csavart a sztoriba, akkor lesz, meg még jobb. Lesz, majd szóval akkor is szólok. Köszönöm a lehetőséget, mert azért ez így... Mi köszönjük, hogy eljöttél. Nagyon jó. Aztán bízom benne, hogy még találkozunk, mi hamarabb valami motorsportos rendezvényen. Ti pedig iratkozzatok fel, nyomjatok csengőt, lájkot, és jövő héten jön egy új vendég. A Gonosz Fit következő vendége, Hajasi Melda.